Az elmúlt hetekben folyamatosan bizonytalanság lengte körül az új tanév indulásának körülményeit. Kedd délután a kormány arról tájékoztatott, szeptembertől normál keretek között kezdődhet az iskola. Az elmúlt napok esetszámainak növekedése miatt ez az álláspont azonban még változhat. A napokban több szakszervezet kinyilvánította, hogy egyértelmű irányokat kell megszabni a következő tanévre vonatkozólag annak érdekében, hogy a tanulók, a szülők és a tanárok is megtervezhessék a következő hónapokat. A témában a Nemzeti Pedagógus Kar is számos javaslatot eljuttatott az Emberi Erőforrások Minisztériumához, melyben az úgynevezett hibrid oktatás elméletét is megfogalmazták. Egyfajta vegyes megoldást kellene leginkább alkalmazni, mert az, hogy a gyerekek március közepétől június közepéig nem voltak iskolában, az ilyen hosszú távon az eredményeket nyilván rombolja, illetve nem teszi lehetővé azoknak a készségeknek a kialakulását, amelyek a magán a tanulmányi anyagon kívül fontosak. Így a közösségben való részvételt, a szocializálódást, a kommunikáció készség fejlesztését, az együttműködési készség fejlesztését, és hát nagyon nehezen tudja kezelni ez a csak kifejezetten tantermen kívüli digitális rendszer a lemorzsolódással veszélyeztett tanulók helyzetét is. Szeptemberben vannak iskolakezdők, a kis elsősök, akik akkor jönnek először iskolába, először találkoznak egymással és a tanítókkal. Ez személyes találkozás nélkül elképzelhetetlen, hogy bekövetkezzen, én úgy gondolom. Tehát mindenképpen meg kell találni azokat a lehetőségeket, hogy ez bekövetkezhessen. Horváth Péter hozzátette, az általános iskolák alsó évesei számára mindenképpen a normál oktatás lehet a járható út. Annál is inkább, mert a legtöbb szülő tavasszal már kivette szabadnapjainak nagy részét. A Nemzeti Pedagógus Kar álláspontja szerint a középiskolákban is egyfajta vegyes megoldás lehet a legkézenfekvőbb. A javaslat arról szól, hogy szükség esetén a tanítás több ciklusban történne, az egyes ismeretanyagok és számonkérések fontosságától függően pedig a tanárok magunk dönthetnének a személyes vagy a távoktatás alkalmazásáról. A kormány és a pedagógusok között egyébként folyamatos az egyeztetés a későbbi lehetséges forgatókönyvekről. Az államtitkárság dolgozik egy olyan ajánláson, ami tartalmazza azokat a protokollokat, hogyha bekövetkezik egy olyan helyzet, amikor nem tud egyszerre mindenki iskolába járni a vírushelyzet miatt. Ezeket a megfontolásokat azt gondolom, hogy figyelembe veszik, ahogy itt személyes beszélgetéseken ez kiderült. Azt gondolom, hogy mind a két nagy állami foglalkoztató, az EMMI, illetve az ITM is, ahova az iskolák nagyobb része tartozik, fenntartás szerint tisztában a problémával, mi is várjuk azt, hogy ez megjelenjen. Ez biztos, hogy meg fog jelenni augusztus második felében, és segítséget adhat az iskoláknak arra, hogy mit kell tenni. Az elnök úgy fogalmazott, az egyes tankerületek felelőssége, hogy folyamatosan tájékozódjanak az aktuális járványügyi helyzetről. Hozzátette, a korábbi tapasztalatokat mindenképpen fel kell használni, így például arra sincs szükség, hogy országszerte egységes intézkedések legyenek érvényben. Ennek alapján arra is jó esély kínálkozik, hogy régiónként más-más módon folyik majd a tanítás a következő hónapokban.